A választási fórum előtt a biztonságpolitikai szakértő jelenlétében tartott sajtótájékoztató Manninger Jenő országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Magyarországon belül Zala megye kiemelkedő a biztonságot tekintve, amit a jövőben is meg kell tartani. Nagy Bálint a témával kapcsolatban elmondta, Kesze és térségének legnagyobb bevételi forrása a turizmus, ami csak úgy tartható szinten és úgy fejleszthető, ha az itt élők és az ideérkező vendégek a legnagyobb biztonságban élhetnek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy amikor mi Keszthelyen arról beszélünk, hogy milyen elképzeléseink vannak a város fejlesztésével kapcsolatban, és ezek a fejlesztések nagyon jelentős részben a turisztikára, turisztikai fejlesztésekre épülnek, látnunk kell azt, hogy nem elég önmagában fejlesztenünk turisztikailag infrastruktúrát például, vagy különböző szolgáltatásokat, hanem csak akkor van értelme ezeknek a fejlesztéseknek, hogyha Magyarország egy biztonságos, közbiztonság szempontjából is egy nagyon biztonságos ország Európán belül. A választási fórumon Nógrádi György kiemelte, hazánk biztonsága jelenleg jó, de mindenre oda kell figyelni, mert a világban a három erőközpont, USA, Kína és Oroszország teljesen új irányú mozgásokba kezdett, ugyanakkor Európán belül meggyengült a német vezetőszerep, miközben erősödnek a franciák. A szomszéd országokban is jelentős a módosulás. A világpolitikát tekintve Magyarországon egy stabil kormány működik, ezért is nagy jelentősége van az önkormányzati választásoknak. Rendkívül fontos az, hogy az egyes városokban, falvakban a Fidesz-KDNP jelöltjei győzzenek, ennek a település szempontjából ugyanúgy fontossága van, mint Magyarország szempontjából. Itt egy olyan jelölt indul a Fidesz-KDNP színeibe, aki eddig alpolgármester volt, én bízom benne, hogy ővé lesz a győzelem. Nógrádi György előadását követően a bel- és külbiztonságot érintő lakossági kérdésekre válaszolt.